A Real to Real, vagyis orsos magnó, szalagos magnó, kinek hogy tetszik, az első széles körben elterjedt hangrögzítési formátum. Szintén az első olyan formátum, ami mágnes szalagot használ. Az 1930-as években Fritz Pfeiffer találmánya alapján az AEG dobta piacra az első magnetofont. Igen, ezt adták neki formátum névnek, és ebből terjedt el minden szalagos kazettás formátumra, mint gyűjtőnév, főnévként használva. A magnetofon K1-et a berlini rádióson mutatták be 1935-ben. Az egyik ismert első felvétel ezzel a készülékkel a londoni filharmonikusok 1936-os koncertjét rögzítette. Amikor visszahallgatták a felvételt, nagyon kiábrándultak a nagy zaj és rossz torzított minőség miatt. Az eredetileg használt vasoxid szalag eltűnt, de egy másolatot találtak belőle, és észrevették, hogy az évek során modulálódott a felvétel. A szalagsebesség 76 cm per másodperc körül volt, és maximum 6000 Hz volt képes rögzíteni a hangot. 1941-től egy véletlen felfedezés után kezdték el használni a nagyfrekvenciás AC előmágnesezést. A törlőfej a nem hallható tartományból, ami 10-szer nagyobb, mint a legnagyobb felvehető frekvencia, felmágnesezi a teljes szalagot, és a felvétel során ebből a terített mágnesezettségből veszi le a felvett modulált frekvenciát. Szintén javult a frekvencia átvitel. Ettől kezdve tudott igazán használhatóvá válni a mágneses hangrögzítés. Így tudta elérni és felülmúlni később az addig vezető gramofonlemezek minőségét. Hirtelen meg is nőtt az igény különféle beszédek, koncertek és előadások felvételére. A rendszert rádióállomások és stúdiók használták. 1943-ban adták hozzá a sztereó hang lehetőségét. Két éven belül több mint 250 sztereó felvételt készítettek. Innentől mondhatni, sinem volt a dolog, de még csak Európáról és Németországról beszélünk. Túl drága volt ahhoz, hogy otthonra bárki vegyen egyet, így elsődleges felhasználók a rádiók voltak. A II. Világháború vége felé, amikor az amerikaiak kezdték el foglalni Németországot, Jack Mullen az egyik megszálló katona volt. A Frankfurt melletti Bad Nauheim rádióállomáson figyeltek fel a készülékre, és két magnót mintegy 50 szalaggal elvittek, lényegében hadizsákmányként ellopták. Hogy később se legyen jogi probléma, a békeszerződésbe belekerültek a licenszek semmisé tételére vonatkozó passzusok. Persze nem csak a magnetofonra vonatkozólag. Müllen a következő két évben a magnetofon tanulmányozásával és tökéletesítésével volt elfoglalva. 1947-ben demonstrációt tartott az MCM-nek Hollywoodban. Ez vezetett oda, hogy találkozott Bing Crosbyval, aki felismerte a lehetőségét és a jelentőségét az előre felvett műsoroknak. Crosby befektetett 50 000 dollárt az Ampex-be, ami ekkor még alig egy éves cég volt, és elektromotorokat gyártott alvállalkozásként. A név az alapító Alexander Matthew Poniatov kezdőbetűiből és az Excellence hozzáadásából állt. Crosby rávette az ABC-t, hogy vegyen az Ampex-től magnetofonokat, és az ő cége volt a fő forgalmazója az Ampex-nek 1957-ig. Miután elkészült az új prototípus a változásokkal, az Ampex Model 200, az ABC engedélyezte Crosbynak, hogy műsorait előre rögzítse. Ettől kezdve az Ampex megállíthatatlannak bizonyult, és egymás után jöttek a professzionális stúdiómagnók, majd az 50-es években az egyszolos szalagot használó 8 csatornás, 66-ban a 16 csatornás rekorder. Ez utóbbi kétszolos szalagot használt. Egy rakás új dolgot lehetett megcsinálni a mágnes szalagokkal, amiket korábban nem. Le lehetett törölni, nem 30 perc volt a limit egy-egy felvételhez, és lehetett szerkeszteni. Így elkezdték vágni a felvételeket. De nem úgy, ahogy most gondolunk rá, hanem szó szerint, mint a film esetében, ollóval, majd összeragasztották a szalagot. Butt splice-nak hívták, ha 90 fokban vágták el a szalagot, ez éles vágásként jelentkezett. Low angle splice-nak, ha kis szöget zárt be a vágás, ez szebb átmenetet adott, és az esetleges koszlerakodást is megakadályozta. A long angle splice leginkább a sztereó felvételeken átmenetesszerűen hatott. Felismerték, hogy az otthoni felhasználásnak is lehet értelme, illetve kereslet rá, így 49-től előre felvett szalagokat is lehetett kapni az USA-ban, 52-től Nagy-Britanniában is, és megjelentek a voltokban a lényegesen egyszerűsített gépek házi felhasználásra. A 60-as évektől elkezdett túl drága lenni az orsos magnó és a műsoros szalag hozzá, és 76-tól drasztikusan csökkent a műsoros szalagok elérhetősége is.
de végleg csak 84-ben lett megszüntetve. A felvétel minősége erősen függ a szalag sebességétől. A nagyobb sebesség miatt kevésbé érzékeny a dropoutokra, és jobb frekvencia visszaadást tesz lehetővé. Ezért maradt fenn a formátum audiofil körökben. A használt sebességek 2,38 cm per másodperc, általában a rádiók teljes adását vették fel, esetleges reklamációk miatt. 4,76 cm per másodperc, általában a lassú otthoni sebesség. Kb. Ez a kompakt kazetta is. 9,53 cm per másodperc, általános otthoni sebesség. 19,05 cm per másodperc, nagy sebesség otthoni gépeknél, és a legkisebb a professzionálisokon. 38,1 cm per másodperc, általános professzionális sebesség. 76,2 cm per másodperc, a lehető legjobb magas hangok, amely esetleg vágódhat. A minőség szintén függ a szalagon. A kezdeti vasoxid szalagok mellé a kromdioxid szalagok előtérbe kerültek jobb dinamikájuk és mágnesezhetőségük miatt. Az Open Reel magnetofon is elindult a digitalizáció felé a 80-as években. A Sony Dash Digital Audio Stationary Head 24 vagy 48 csatornás hangrögzítést tett lehetővé félincses szalagra. PCM hangot rögzít 16 bit 44,1 vagy 48 kHz-től 24 bit 48 kHz-ig. A Mitsubishi Prodigy szintén álló fejes rendszer a 80-as évek közepétől volt elérhető stúdióformátum a 90-es évek közepéig. Metál szalagot használt, két csatornás negyed incsestől a 32 csatornás egy incses szalagig, maximum 96 kHz mintavételezési frekvenciáig. A számítástechnikában az 50-es, 60-as, 70-es években gyakran használták adattárolónak a különféle Open Reel szalagokat. Az Orsós Magnó nagy utat járt be egy lopott formátumtól a világ meghódításáig, ami a mai napig töretlen népszerűségnek örvend rajongói körökben. Aki rendelkezik olyan formátummal, ami még nem volt bemutatva, és van rá lehetősége, hogy bemutassuk, kérem keressen meg. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!